Kedves hallgatók! Én nem iszok alkoholt, nem cigarettázok, és több évtizede nem eszek húst. Mégis arra kellett rádöbbennem, hogy az egészséges életmódról, egészségről, a betegségek ápolásáról, a betegségek megelőzéséről nagyon felületesek voltak az ismereteim. Én tínédzser koromban olvastam azokat a könyveket, amiket Ellen White az egészséges életmódról írt, és ezekkel ma is teljesen egyetértek. Mégis a konkrét helyzetekben, amikor az embereknek betegségekkel van dolguk, akkor nem olyan egyszerű ezeket az elveket a gyakorlatba átültetni. Ebben az előadás sorozatban reményeim szerint szeretnélek benneteket új ötletekre és gondolatokra ébreszteni. Természetesen azon alapelvek, életmód alapelvek alapján, és ezekkel megegyezően, amiket én is gyakorlok, és Ellen White-tól tanultam. Mivel én nem vagyok orvos, ezért nem is vállalhatok felelősséget azért, amit ebben a hanganyagban elmondok. Ez itt nem orvosi tanácsadás, hanem gondolatébresztés, abból az okból, hogy ti magatok járjatok utána a dolgoknak. Az egészség óriási témáját több részben szeretném tárgyalni, és először a pszichikai betegségekről szeretnék szólni. A pszichikai betegségek gyógyulásához először is egy bizalmi kapcsolatra volna szükség. Sajnos sok esetben láttam azt, hogy hívő testvéreim nagyon nehéz helyzetben, egy dilemmában vannak. Ugyanis ha a pszichológushoz mennének el ezzel a problémájukkal, akkor olyan tanácsokat kapnának, amik valószínűleg a Bibliával nem egyeztethetők össze, sőt, az orvostudomány talán azt is mondaná, hogy az illető beteg egy úgynevezett vallásos őrületben van, egy ilyen képzeletben, aki azt hiszi, hogy olyan dolgokat lát, amit mások nem látnak. Esetleg a hívő illető fél az üldözéstől, vagy az üldözésről beszél, a végidőről beszél, és az orvos ezt rögtön üldözési mániának, vagy paranoid személyiség zavarnak, vagy skizofrén állapotnak diagnosztizálná. Ezen túl az orvosok és pszichológusok sok esetben gyógyszerekkel próbálják a pszichikai betegségeket kezelni, talán nem csak gyógyszerekkel, de gyógyszerekkel is, és ehhez tudni kell azt, hogy bizonyos gyógyszereknek komoly mellékhatásai vannak. Szeretnék röviden a pszichotróp gyógyszerekről beszélni. Ezeknek az egyik csoportja a neuroleptikum, amit skizofrén esetekre használnak, őrületképzetek gyógyítására, vagy csillapítására használnak, amikor valakinek üldözési mániája van, vagy azt hiszi, hogy a sátán ezt vagy azt tette. Tehát a hagyományos gyógyszertan szerint az ilyen képzetek, azok az őrület képzetek közé tartoznak. Aztán ezzel a gyógyszerrel kezelik sokszor azt is, amikor valakinek kényszere van, tehát ez az obszesszív, kompulszív zavar, vagy mániája, pontosabban mondva mániás depressziója. Na most ez a gyógyszercsoport Parkinsont okozhat, azt okozhatja, hogy az ember a szája körül elkezd remegni, grimaszokat vág, főleg a nyelvével, és ha az ember esetleg túl sokat vette a gyógyszerből, akkor ebből lehetnek komolyabb gondok is, mint láz, merevség, a tudatzavar, stb.
A pszichotróp gyógyszereknek egy másik családja, az a nyugtatók családja. Ugye ezt azért adják, hogy a félelmet oldja, vagy az izom görcsöt, vagy általában görcsöt oldjon, vagy hogy az ember meg tudjon nyugodni, el tudjon aludni, vagy akár epilepsziánál is használják ezeket a gyógyszereket. És hát persze a félelem zavarnál is nagyon erősen. Ezekről a gyógyszerekről azt kell tudni, hogy 6-8 hét után nagyon-nagyon erős függőséget okoznak, ami én azt hallottam orvosoktól, hogy ez a kábítószernél erősebb függőség. Ezen túl ez a gyógyszercsalád okozza, hogy az ember fáradt legyen, az izom gyengesége legyen, a vérnyomása lemenjen, tehát túl alacsony vérnyomása legyen, és nagyon lassan reagáljon a dolgokra. Megint egy másik gyógyszercsalád a pszichotróp gyógyszerek alatt, azaz antidepresszíva, jobban mondva magyarul antidepresszánsok. Ezt szokták alkalmazni a depresszió ellen, a krónikus fájdalmak ellen, amik szintén depressziót eredményeznek, szintén félelem zavarok ellen és evési zavarok ellen is. Ez a gyógyszercsoport máshogyan hat, de ennek is megvannak a maga mellékhatásai, például az ember nem tud elaludni, fáj a feje, hogyha túl sokat vesz be, akkor az toxikus, és egyébként is szédeleg, hány ingere van, és így tovább. Ezen túl a pszichotróp gyógyszereknek van még egy családja, vagy csoportja, az úgynevezett pszichostimulánsok. Ezek izgató hatásúak, mint például koffein, vagy kokain, vagy dopingszerek. Ezeknek szintén a mellékhatása a függőség veszélye. És a pszichotróp gyógyszerekre általánosságban is jellemzőek a következő mellékhatások, tehát hogy az ember álmos vagy szédül, és a reakció képessége változik. És ehhez még hozzájön, hogy ezek a gyógyszerek gyakorlatilag a szimptomákat kezelik. Hát így leegyszerűsítve és dióhéjban ennyit mondanék a gyógyszerekről. És én személy szerint megértem azokat az orvosokat és pszichológusokat, akiknek, hogyha csak 6-7 percük van, vagy nagyon kevés idejük van egy betegre, akkor bizonyos megoldásokat próbálnak a rövid idő alatt találni. De én személy szerint nem hiszem, hogy Isten akarata az, hogy mi gyógyszerektől váljunk függővé. Az is egy érdekes kérdés, hogy mit csinálunk majd akkor, hogyha a végidőben esetleg, ha nem adhatunk, nem vehetünk, és ilyen gyógyszerekhez sem jutunk hozzá. Talán még annyit szeretnék megemlíteni, hogy ezeket a gyógyszereket nem szabad máról holnapra abba hagyni. És aki ma talán ilyen gyógyszerektől függ, és a végidőre készül, az jól gondolja meg, hogy mit tehet, milyen módszerrel kezelheti a betegséget, mert az sem lehet, hogy a betegséget nem kezeljük. Tehát az a módszer, hogy azt mondjuk, hogy a betegség nincsen, az nem megoldás. És éppen itt jutok ahhoz a problémához, hogy hívő emberekként sokszor úgy gondolkodunk, ezt a véleményt én is hallottam, hogy hát, mi hívők vagyunk, mi nem vagyunk depressziósak. Nálunk ez a betegség nem létezik. És ha valakinek mégis ilyen betegsége van a gyülekezetben, akkor az, hát akkor az imádkozzon, vagy menjen a lelkészhez, és így tovább, és így tovább. Nos, a probléma az, hogy a lelkész
az nincs pszichikai betegségek gyógyítására kiképezve. Arról nem is beszélve, hogy esetleg nincs is rá ideje, mert bizonyos előírások szerint kell dolgozzon, nem tud bizonyos emberekre olyan sok időt szánni, még ha akar is. Ezért hát sokszor tapasztaltam azt, hogy bizonyos pszichikai betegségekkel küzdő hívő egyének elszigetelődnek, mert a világi segítséget bizonyos kételyekkel fogadnák, az hívő testvérektől pedig nem találnak olyan megértést, illetve nem találnak olyan testvért, aki tényleg elmenne oda, és beszélgetne velük, és tényleg olyan bizalmi kapcsolatot felépítene, aki, nem találnak olyan barátot a hívő közösségben, akire tényleg ilyen helyzetben lehetne számítani. Ugyanis egy betegséget gondozni, legyen az pszichikai vagy fizikai betegség, az nem kevés dolog, és az ahhoz sok idő kell, és szakértelem, és odafigyelés. Természetesen vannak hívő pszichológusok is, de én azt kell mondanom, hogy ez nem mindig egy olcsó mulatság. Sokszor egy óra 20-30 ezer forintnak megfelelő pénzbe kerül, nem tudom Magyarországon milyenek az árak. Nálunk Ausztriában legalább ennyibe bele szokott kerülni egy ilyen dolog. És lehet, hogy a hívő pszichológus is elhatárolja magát a 60 perc lejárta után, és azt mondja, hogy addig ad tanácsot, amíg fizetnek érte. És utána az ember, a hívő beteg azt gondolja, hogy hát jó, hát hogyan bízzam rá magamat erre a hívő pszichológusra, hogyha ha nem látom benne a jézusi lelkületet, azt a segítség nyújtásra való vágyat és őszinte hozzáállást. Ehhez jön még az is, hogy egy pszichikai tanácsadás, tehát egy terápia, az az egy-két óra egy héten esetleg, amit az ember ki tud fizetni, az lehet, hogy édes kevés ahhoz, hogy valakinek az életét megváltoztassa. Lehet, hogy egy pszichikailag beteg testvérnek arra volna szüksége, hogy a háztartását rendbe hozzák, vagy akármi, tehát másfajta segítségnyújtásra volna szüksége, hiszen ezek a problémák ilyen kihatással is lehetnek. Az is egy probléma, hogy aki beteg, az nem veszi észre sokszor, hogy ő maga milyen betegségben, milyen pszichikai betegségben szenved. És hogyha valaki az illetőt felvilágosítaná is, akkor is sokszor az a probléma, hogy az illető maga, aki betegségben szenved, nem akarja ezt elfogadni, hogy ő egy bizonyos pszichikai betegségben szenved, nem enged magán segíteni. Ezen azzal lehetne segíteni, hogy az ember bizonyos betegségképeket, bizonyos betegségeket nagyjából ismer, hogy amikor a környezetében ezeket a szimptomákat látja, vagy magán ezt észleli, akkor rögtön tudja, hogy hol keresse a problémát. És ezért szeretnék áttekintésképpen néhány pszichika betegségről beszélni, nagyon dióhéjban és röviden. Mielőtt viszont ebbe belekezdenék, szeretnék még annyit mondani, hogy sokszor az életben egy közösségben belül, vagy egy családon belül vannak bizonyos nézeteltérések, veszekedések, és az ember megpróbál észérvekkel érvelni, és egyszerűen nem érti, hogy miért nem működnek az észérvek. Ilyen esetekben is sokszor a probléma mélyebben van. Talán egy pszichikai betegség az, ami miatt a másik ember képtelen megérteni bizonyos észérveket. Tehát most áttekintésszerűen szeretnék néhány betegségről beszélni. Kezdeném a stresszel. Sokak számára ismert, hogy valaki nem tud elaludni, vagy külön az evési zavarjai vannak, vagy nagyon-nagyon sokat eszik, vagy
vagy másik végletbe esik, vagy nagyon hangosan kiabál, alkoholt fogyaszt, vagy túlságosan sokat dohányzik, vagy kávézik, nincs semmi mosoly az arcán, hanem egy szomorú tekintettel néz mindig, szinte, hát ha lehet így mondani, gyakran, úgy mondanám pontosabban. Most, hogyha a stressz az csak egy rövid ideig tartana, az egy normális dolog volna, hiszen hogyha egy vészhelyzet van, akkor az embernek szüksége van arra, hogy az egész teste arra összpontosítson, hogy ezt a vészhelyzetet megoldja. Tehát ha például szaladni kell, vagy valamit emelni kell, vagy az embernek meg kell tartania magát egy ágon, egy szakadék fölött, akkor a stressz hatására az embernek olyan energiája van, ami normál körülmények között elképzelhetetlen volna. Hiszen az összes szerv arra összpontosít, hogy az ember túléljen, túlélje ezt a szituációt. Viszont az embernek az egész szervezete fejére áll, mert bizonyos dolgok nem működnek a stressz alatt, mivel hát összpontosítani kell egyetlen egy dologra, és ezért, hogyha a stressz hosszantartó stressz, akkor ebből logikusan betegségek születnek. Tehát például, ha az ember a szervezetében az emésztést a stressz hatására lecsökkenti, azt a folyamatot visszafogja, akkor természetes, hogyha a stressz hosszantartó, akkor ebből emésztési zavarok keletkezhetnek. De itt nem csak egyetlen egy szervről van szó, hanem gyakorlatilag a szervezetnek sok-sok-sok-sok-sok szervéről, sok-sok-sok folyamatáról, amik a hosszantartó stressz hatására megváltoznak és komoly bajokat okoznak. Igazából jó lenne a stressznek az alapvető okát megtalálni, de ehhez bizonyos gondolatokat kell átformálni, illetve kielemezni, és erről a témáról a hanganyagnak a végén szeretnék még bővebben beszélni, amikor általánosságban beszélek ezekről a pszichikai betegségekről. A stresszel kapcsolatban szeretném megemlíteni a hiperventiláció fogalmát, ennek bárki utána nézhet az interneten. Ez az, amikor az ember nagyon sokat lélegzik, túl sokat lélegzik, és ennek is bizonyos kémiai hatása van a szervezetre, és ezt ellensúlyozni lehet könnyen, hogyha valaki valamit a szája elé tesz, hogy ne lélegezzen olyan sokat, és lelassuljon a lélegzetvétel, és inkább lassan és mélyre lélegezzen. Ezt lehet különböző léggyakorlatokkal is próbálni. De ennek nézem mindenki pontosan utána, itt nem akarok részletekbe menni, hanem szeretnék inkább egy következő betegségről, a kiégésről, vagy burnoutról valamit beszámolni még. A kiégésnek az az érdekessége, hogy ezt olyan ember kaphatja, vagy olyan ember kerülhet ebbe a betegségbe, aki szeret dolgozni, és utána kifárad ebben a sok munkában, és nagyon magasak az elvárásai az élettel és magával szemben. És esetleg még az is hozzájárul, hogy az ember, az illető nem tud nemet mondani. A gyanús szimptomái ennek a pszichikai betegségnek, hogy az ember nem figyel a saját szükségleteire, különböző függőségekbe esik, túl sokat eszik például, vagy alkoholt fogyaszt, aztán a koncentráció zavara van, alvási nehézségei vannak, tehát alvási zavar, nem keresi a másokkal való kapcsolatokat, és végül csak úgymond csupán az előírásoknak megfelelően végzi a dolgát, tehát amit muszáj, azt megteszi. De a motivációja, vagy a lelkesedése az elveszik. Ezen túl a
immunrendszere gyengül, emésztési zavarai vannak, étkezési zavarai vannak, és merevek az izmai. Különböző szívbetegségek, fekélyek, tinnitus és a rák is lehet ennek következtében. Ebben az esetben szükséges volna 3-4 hét teljesen nyugalom, tehát olyan értelemben nyugalom, ahol nincs ott a főnök, ahol az ember tényleg ki tud kapcsolódni mentálisan azokból a problémákból, amiket eddig csinált, amiket esetleg szívesen csinált, de amik túl sok terhelést okoztak számára. A következő pszichikai betegség az a szorongási zavar, tehát ha valakinek bizonyos félelmei vannak, és ez a betegség közel áll a depresszióhoz is. Kiváltó oka lehet például, hogyha valakinek gyerekkorában félelmet keltő történeteket, meséket olvastak, vagy a tévében látott ilyen dolgokat, vagy bizonyos negatív álmai voltak, vagy aztán a serdülőkorban a szociális területen, például szerelmi bánat, vagy az iskolában, vagy később, hogyha az ember elveszti a munkahelyét, vagy egyedül marad, tehát így a szociális kapcsolataiban. És itt lehet a félelem egy bizonyos okból, vagy lehet ok nélkül való. Tehát, hogy félek, mert elvesztettem a munkámat, vagy félek, mert esetleg elveszthetem a munkámat. Ide tartoznak a pánik rohamok is, amik szorongással, izzadsággal, fulladás érzéssel, szívdobogással, szédüléssel, hasmenéssel, remegéssel, szívfájdalommal, halálfélelemmel és ehhez hasonlókkal járnak, illetve azzal is, hogy az ember úgy érzi, mintha hideg futna végig, vagy a meleg a hátán. Ezeknek csak körülbelül 20%-a az, aminek szervezeti oka van, tehát szervi megbetegedés az oka. Itt szoktak nyugtatókat, meg antidepresszívákat felírni, de én azt tanácsolom, hogy jobb lenne, hogyha az embernek volna olyan bizalmas baráti köre, aki segíteni tud, aki fel tudja támogatni az embert, úgymond lelkileg felépíteni. Nálam tapasztaltabb emberektől úgy hallottam, hogy ez ebben az esetben nagyon sokat segít, hogyha valakinek, ha valakinek lelki támaszt tud valaki nyújtani. És természetesen a pihenési időszakokra is nagyon szükség van ebben az esetben. Szükség van az öröm hormonra, ehhez jó, hogyha az ember a napsütést élvezi, tehát hogyha napon van. És gyakorlatilag a félelem és a depresszió nincs messze egymástól, és ezért azok a dolgok, amik a depresszió kezelésében segítenek, azok valószínűséggel a félelem kezelésében is használhatók, lehetnek, vagy meg kell próbálni. Amit a hagyományos gyógyászat nem mond, de amire én különösen figyelmet helyeznék a Biblia alapján, az az okkult befolyás. Én a magam életéből mesélhetem azt, hogy gyerekkoromban sok olyan filmet láttam, nem tudtam, hogy ez rosszat tesz, illetve hát mindenki az iskolai osztályomban megnézte ezeket a filmeket, mint az X-aktákat, vagy olyan
filmeket, amiben okkult dolgok voltak, és én kifejezetten emlékszem, hogy ezen dolgok miatt nagyon sokszor féltem, például éjszaka egyedül a szobámban, vagy ilyesmit helyzetekben. Féltem attól, hogy mi van, hogyha megjelenik egy UFO, vagy valamilyen természet fölötti esemény történik velem, mint amiket ezekben a filmekben is gyakran mutattak. Tehát látni lehet, hogy az ember akaratlanul is a sátán befolyása alá kerülhet, és erre nagyon sok lehetőség van. Kurt Haselnek a Babonaság varázsa című könyvét elolvastam később, és ez alapján jöttem rá, hogy mit kell tenni, hogyan kell hangosan felmondani kvázi ezeket a kapcsolatokat, ennek ellent mondani, és Jézus nevéért, és az ő nevében imádkozva bocsánatot kérni Istentől, és ezeket a dolgokat lerakni, és ezekkel a dolgokkal soha többé nem foglalkozni, és az embernek ne is legyen a házában semmi olyan zene, olyan könyv, olyan szimbólum, olyan film, ami okkult dolgokat tartalmaz. Az ember legyen óvatos olyan gyógymódokkal, amiknek a hatás módja kétes, vagy nincsen bizonyítva, mert ezek a sátánnak adhatnak jogterületet az ember személyisége felett. Erről sokat lehetne beszélni, de ez egy külön, nagyon nagy téma. Én csak annyit szeretnék még erről mondani, hogy ma nem érzek félelmet, hogyha egyedül megyek sötétben olyan helyen, ahol nem laknak emberek, ahol teljesen egyedül vagyok. És a Jézusba való hit segített ezeket a dolgokat lerendezni. A Biblia arról szól, hogy győzni lehet ezen dolgok felett, és Krisztus győzött, és Krisztus megmentett bennünket, és nem vagyunk a sátán rabszolgái, vagy az ő fogságába, nem kell örökké ott maradni. És ezért nincs hatalma ezeknek a dolgoknak felettünk addig, amíg Krisztusra tekintünk, és ő benne hiszünk, és ő neki adjuk életünket. Most viszont szeretnék tovább menni a betegségekkel kapcsolatban, és szeretnék a mentális zavarokról beszélni. Ez a gondolatoknak az érzelmeknek, a viselkedésnek, a panaszoknak a változása. Szeretnék beszélni a depresszióról. Ez azzal jár, hogy az ember magát elhatárolja, visszavonul egy belső lelki fájdalma van, amit nem tud uralni. Függőségekre is nagy hangsúly van téve ezen a területen. Aztán hát a beszélgetés az sokat segítene, és hát itt antidepresszívákat szoktak adni. De erről még későbbiekben, amikor általánosságban beszélek ezekről a pszichikai betegségekről, azok a pontok, amiket itt szeretnék elmondani részletesen a hanganyag végén, azok sokat segíthetnek a depresszió ellen. Egy másik jelenség az akut pszichózis, amikor az ember nem tud zöld ágra vergődni a hétköznapi problémákkal, mint például egy halálesettel, egy válással, egy betegséggel, vagy a munkahely elvesztésével. És itt is hát nagyon jó lenne, hogyha az embert valaki
rendszeresen kísérné, megfigyelné és megnyugtatná. Aztán áttekintésszerűen a következő betegség a paranoid személyiségi zavar. Ennek egy formája a vallásos téveszme, vagy vallási őrület, úgy is lehetne fordítani ezt. Ez itt a skizofrén megbetegedés irányába megy, amikor valaki valamit lát, amit mások nem látnak. Ennek a betegségnek egy másik formája a megalománia, tehát a nagyra vágyási zavar, mondjuk így. Vagy a harmadik formája az üldözési mánia, amikor valaki beképzeli, hogy őt megfigyelik, üldözik, lehallgatják, követik, stb. Erre jellemző az, hogy valaki korábban képtelen megbocsátani bizonyos bántódásokat, vagy valaki túlzottan érzékeny, vagy túlzottan féltékeny. Ezekkel kapcsolatban is a végén általánosságban szeretnék beszélni arról, hogy hogyan tudnánk a gondolatainkat máshogyan értékelni ahhoz, hogy ne legyünk túlságosan érzékenyek. Aztán egy következő téma a mániás depresszió, aki egyszer nagyon-nagyon jókedvű, utána pedig nagyon hamar nagyon-nagyon rossz, nehéz depresszióba esik. Nem tudom, hogy ki hallott már a Münchhauseni szindrómáról, amikor az illető testi panaszokat talál ki, és ennek hatására elő is kerülhetnek ezek a testi megbetegedések részben, illetve legalábbis úgy állítja be, mintha ő neki ez a betegsége volna. Tehát ilyen megbetegedett emberek sok van, hogy megmérgezik magukat amiatt, hogy azért, hogy az orvos figyelmét megkapják. Ennek egy másik formája az, amikor az illető nem magánál szimulálja ezeket a betegségeket, hanem valamelyik hozzátartozójába próbálja bele szugerálni ezeket a betegségeket. Például egy anya a gyermekébe, akit egyedül nevel, vagy ilyesmi. Egy másik fontos betegség a borderline, magyarul határvonal. Ez itt egy identitás zavar van, hangulatváltozások, nehéz gyermekkor miatt lehet, és így tovább. De ugyanakkor ezek az emberek bizonyos szempontból imponánsak is lehetnek. Ennek a betegségnek egy következménye a kisebbségi érzés, félelem, zavar, depresszió, mint hogyha valaki úgy érezné, hogy ő nem tartozik a világba, egy belső üresség, belső fájdalom, étvágytalanság, vagy éppen elhízottság. A hagyományos gyógyászat szerint ez gyógyíthatatlan betegség. Az interneten ezzel kapcsolatban találhatóak tipikus párbeszédek, hogy egy borderline-nal megbetegedett ember hogyan beszél. Ez nagyon-nagyon érdekes. Ezekben a párbeszédekben nagyon sok vád, szemrehányás van, amik alaptalanok, és ennek a betegségnek egy bizonyos százaléka, körülbelül 10%-a sajnos öngyilkossággal végződik. Na most azért én úgy állok ezekhez a dolgokhoz, hogy amit a hagyományos gyógyászat gyógyíthatatlannak ítél, azt a jóisten bizonyára meggyógyíthatja, és
nem lehet azt se kizárni, hogy vannak olyan gyógymódok, amiket a hagyományos gyógyászat nem alkalmaz ezekben az esetekben, de talán az életmódváltással könnyen, vagy ha nem is könnyen, de változásokat, javulásokat okozhatnának. Egy következő betegség a skizofrénia. Itt gondolkozási zavarok, hallucinációk, őrületképek vannak, és a betegek, a skizofrén betegek hangokat hallanak, sokszor nagyon sértő hangokat, vagy a gondolatokat felügyelő hangokat, vagy a betegek azt hiszik, hogy a földön túliak, vagy valamilyen szellemek megfigyelik, vagy valami halott embereknek a szelleme megfigyeli őket. Tehát ez is egyfajta üldözési zavar a hagyományos gyógyászat szerint. Illetve jobban mondva, a hagyományos gyógyászat szerint a skizofrénia egy anyagcsere betegsége az elmének. Egy következő betegség, ez az utolsó ebben a felsorolásban, ez egy többszörös személyiségzavar, ahol valaki egy másik embernek a személyiségét magára veszi. Tehát mint például egy boszorkánynak a személyiségét. És ez egyik pillanatról a másikra változhat. Egy mentős ismerősöm mesélte, hogy egy iskolába hívták, ahol egy lány görcsben volt, és két tanárnő fogta, hogy állni tudjon. Amikor a mentő odaért, zacskót tettek a szája elé, tehát a mentősök állítólag, és így sikerült megnyugtatni ezt a lányt a stresszből, és ezek a görcsök is elmúltak, illetve kiküldtek mindenkit az osztályból, hogy hát ha valaki személy lett volna az, aki ezt a görcsöt okozta, hogy akkor ez a zavarás se legyen. És a mentős ismerősöm elkezdett beszélgetni ezzel a lányjal. Nyugodt állapotban volt, és ezután pedig egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozott, és ez a lány elkezdett egyik pillanatról a másikra úgy beszélni, mint egy boszorkány. Tehát agresszívan azt mondta, hogy vért akar inni, mire a mentős megkérdezte, hogy hát ivott már életében vért, a lány erre azt mondta, hogy minden nap vért iszik reggel. És a mentős kérdezte, hogy hát honnan kap vért? Mire a lány felhúzta a ruháját az alkarján, és megmutatta, hogy ott hogyan szokta magát fel karcolni. Később az is kiderült, hogy ez a lány fekete misén vett részt korábban, és hát a hagyományos gyógyászat erre azt mondja, hogy bizonyos szekták, bizonyos vallási csoportok embereknek olyan félelmet beszélnek be, hogy ettől a félelemtől ez a stressz jön, és ettől megváltozik az egész személyisége az embereknek. A Bibliából azt tudjuk, hogy van megszállottság, és ez nagyon úgy néz ki, ez az eset, mint az, amit a Bibliában olvasunk. Egyszer egy lelkésztől hallottam, hogy valaki úgy, mint megszállott volt, és nagyon ide-oda vágtam, ütötte magát, mint egy ilyen görcsbe lett volna, és elkezdtek érte imádkozni, és egy idő után ez az ember összeesett, és öntudatlan állapotban került. És a lelkészek hát örültek, hogy kiűzték a gonosz szellemet. Nos, nekem saját tapasztalatom még nem volt
gyakorlatban ilyen esettel, de azt úgy tudom, hogy ez a stressz, hogyha folytatódik, ez természetesen fizikailag is, csupán fizikailag, minden lelki összetevő nélkül is válhat olyan állapotossá, hogyha ez a görcs és ez a stressz folytatódik, hogy az ember öntudatlan állapotba kerüljön, tehát az élet alapvető funkciói megálljanak. És én személy szerint csupán azért, mert valaki öntudatlan állapotba kerül egy ilyen görcs vagy stressz szituáció után, azt még nem tartanám annak, hogy valaki kiűzte belőle a gonosz lelket, vagy a démont. Hallottam arról is, hogy például katolikus papok, vagy más protestáns vallások prédikátora is foglalkoznak démon kiűzésével, de én személy szerint egy kicsit kételkedek ebben a fajta démon kiűzésben. És én a démon kiűzését olyan módon tartom lehetségesnek és valódinak, ahogy azt Kurt Hazel a Babonaság varázsa című könyvében leírja, ahogy az ember tényleg tudatosan nemet mond a sátáni befolyásnak hangosan, és Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel az ő segítségét hívja. És természetesen egy hosszantartó változást eredményez ez az ima. Ez nem jelenti azt, hogy az embernek az élete egyszerű vagy könnyű lesz ezután, de bizonyos dolgoktól meg fogja szabadítani Jézus Krisztus. Na most e hosszabb áttekintés után szeretnék néhány dolgot még általánosságban mondani a pszichikai betegségekről, ami különösen a depresszióra, a félelem zavarra és ezekre a dolgokra vonatkozik, de nagyon valószínű, hogy más betegségekre is jó hatással volna. Az, ami számomra fontos ebben a témában, az az életmód megváltoztatása, illetve a hibás eddigi életmód és a hibás gondolkodási formáknak a kiszűrése. És tudomásom szerint azt hallottam más nagyon kompetens embereknek tapasztalatából, hogy a depresszió ellen főleg a mozgás az szinte a legfontosabb, vagy tehát ami nagyon-nagyon erősen befolyásolja a betegség enyhítését. Tehát, hogy valaki hetente háromszor egy fél óra, órát olyan erősen mozogjon, hogy megizzadjon benne. Aztán a második fontos terület megítélésem szerint az a bizalmi kapcsolatok. Tehát, hogy legyen az embernek olyan bizalmi közössége, kapcsolata, olyan baráti kapcsolatai, akiknek ki tudja nyitni magát, akikkel tud erről a dolgokról beszélni, akik elfogadják, és így segíthet az ember másokon, vagy mások segíthetnek valakin, hogy a gondolkodását, az értékítéletét sikerüljön megváltoztatni. Tehát ez különösen a depressziónál ajánlom ezt. Bizonyos dolgok azért alakulnak ki az emberben betegségként, mert sértődések, vagy sok szituációk, vagy negatív dolgok, rossz élettapasztalatok, sorsütések vannak a múltban. De ezek a sorsütések, ezeket nem muszáj negatívnak ítélni, veszteségnek ítélni, hanem az ember mondhatja azt is, hogy igen, ezt átértem, de emiatt több az élettapasztalatom, türelmet tanultam, megtanultam az alázatot, az Isten az én jellememet formálta, és most itt állok egy teli kamrával, amiben az élettapasztalatokat gyűjtöm, és
Ezért ez egy érték, és ez egy nyereség számomra ma, ha visszatekintek a múltra, nem pedig egy veszteség. Meg kéne próbálni másrészt nem haragudni mindenkire, minden apróság miatt, nem, hanem inkább nagyvonalúnak lenni, és megpróbálni a haragot Isten kezébe lerakni, akkor is, hogyha az jogos harag. Aztán meg kéne próbálni nem gondolni többet annál, mint ami nyilvánvaló. Tehát nem szabad beleinterpretálni, beleképzelni bizonyos helyzetekbe, bizonyos összefüggéseket, hogy na, ez ezért csinálta, mert ezt gondolta, és akkor ez engem utál, meg nem utál. Tehát, vagy az se szabad, hogy mondjuk valaki egy bizonyos öltözékben jelenik meg, és akkor arra gondolok, hogy jó, mert azért, mert nem mosakodott, meg nincs pénze, meg van pénze, meg ez, meg az, meg amaz. Tehát nem kéne kifesteni a dolgokat, hanem az embereket, a szituációkat, az emberek, amiket mondanak az emberek, azokat úgy kéne kezelni tárgyilagosan, ahogy vannak, és nem kéne többet beleinterpretálni, belefesteni, mint amit az illető mond, vagy tesz. Aztán a stressz szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy ne kössünk össze határozatlan dolgokat határozottal, tehát vagy végtelen dolgokat véges dolgokhoz. Tehát például, ha azt mondjuk, hogy az idő pénz. Hát az idő pénz, az lehet, hogy a gazdaság szempontjából így van, de hogyha én így gondolkodok, akkor minden percben stresszelni fogom magamat, mert ki akarom szedni az időből azt a legtöbb pénzt, amit csak ki lehet szedni, és hogyha nem sikerül azt a legtöbb nyereséget kihozni az időből, akkor már stresszelem magamat, már veszteségnek érzem. De hát az idő az Isten kezébe van, hogy mennyi ideig tudok én élni, és meddig nem, az nem az én kezemben van, az nem tőlem függ, az egy határozatlan dolog. A pénz viszont egy határozott dolog, tehát hogyha ezt a kettőt összekötöm, akkor valószínű stresszelni fogok. És nem szabad túl nagy elvárásokkal lenni az élet iránt, hanem meg kell elégedni a kevéssel, hálásnak kell lenni azért, amit az ember megkap, és nem szabad nagy elvárásokkal lenni a gazdasági fejlődés, az élet iránt, mert különben az ember olyan elvárásokat tesz, amik utána az embert magát stresszelik, és ez gyakorlatilag negatívvá válik. Aztán fontos jót feltételezni más emberekről. Fontos, hogy az ember ne gondolkodjon fekete-fehéren, hogy ez mindig, meg nekem senki se segített, meg soha. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet így mondani, mert az élet az nem fekete-fehér. És nem szabad így általánosítani. Aztán az élethez szükség van egy bizonyos humorra, jókedvre, és aki például bizonyos pszichikai betegségekkel küzd, annak nem biztos, hogy ajánlatos túl sokat a végidő nehézségeire koncentrálni, mert igazából arra kéne koncentráljon először, hogy meggyógyuljon, és utána egy erős pszichével tudná a végidő nehézségeit ezen keresztül menni, de hogyha már most görcsöl minden dolog miatt, és csak arról gondolkodik, hogy mi lesz rossz később, és milyen veszélyek vannak, akkor ez a betegsége gyógyulását korlátozhatja. Aztán azt is írja a Biblia a Korintusi levélben, hogy ne legyetek embereknek szolgái. Tehát ne tegyük magunkat függővé bizonyos emberektől, bizonyos embereknek a véleményétől. Ehhez azt kell elmesélnem, hogy én magam, amikor egyetemen tanultam, hát már 20 éves voltam, de még mindig nagyon függővé tettem magamat attól, hogy mit mondanak a tanáraim, hogyha nem sikerül a vizsga, akkor kvázi minden összedől, hogyha ez vagy az nem úgy működik, mint ahogy el van tervezve, akkor minden hiába. És aztán
későbbi években volt egy ilyen alkalom, amikor az osztrák parlamentben egy kórust vezényelhettem, és mielőtt ez a fellépés volt, előtte oda hoztak nekem egy telefont, és de teljesen spontán történt ez a dolog, és így oda nyomták nekem a telefont a fülemre szinte, és hát mondta az illető, hogy hát a parlament elnöke van a vonal végén, akar velem beszélni. És hát így röviden megállt bennem a gondolat, és körülbelül fél másodpercem volt arra, hogy eldöntsem, hogy most félni akarok, meg akarok-e ijedni, vagy nem. És én úgy döntöttem, hogy én nem akarok megijedni. Mert én nem akarok emberek szolgája lenni, vagy emberektől függővé tenni magamat. Így hát sikerült is teljesen nyugodtan és teljesen magabiztosan beszélnem a parlament elnökével. Úgyhogy végül ez az illető jött egy picit zavarba is, hogy én ilyen magabiztosan lépek fel. Aztán, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, az, hogy ha félelem esetén, vagy akár depresszió esetén, vagy akár más betegségek esetén, tanuljunk meg bizonyos igéket fejből, amikben Isten ígéretei vannak leírva. Például Ézsaiás proféta könyve 54. rész 10. vers. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Ne értsetek félre, én nem azt mondom, hogy ragadjunk ki a Bibliából valami szöveget, amit utána bemagolunk, és akkor olyan szituációra alkalmazzuk, amire nem alkalmazandó, hanem olyan igéket használjunk csak, amik tényleg ránk alkalmazhatóak, de amik Isten szeretetére és kegyelmére koncentrálnak az élet sok problémái között. Ami Istenünk erős, az ő kezében van az egész világ sorsa, a mi sorsunk, nincs mitől félni. Az ő szeretete végtelen, az ő irgalma végtelen, és ezt nem kell félreérteni, nem kell kihasználni. Természetesen azoknak szól ez az ígéret, akik engedelmeskedni akarnak, de akik engedelmeskedni akarnak, azoknak azt mondja a Biblia, hogy az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Vagy gondolhatunk János 3.16-ra, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, hogy Isten mennyire sokat áldozott értünk, mennyire szeret bennünket, mennyire kinyújtózkodik azért, hogy megmentsen bennünket, és nem keresi azt, hogy elvesszünk, és hogyha de nem a véletlenek kormányozzák az életünket, nem fogunk véletlenül meghalni, és ha bármi is történne, a legrosszabb, ha elszegényednénk, hogyha bármi betegségben lennénk életünk végéig is, akkor is tudhatjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és egy örök élet van előttünk. És ezt a nézőpontot nem szabad szem elől veszítenünk. És bizonyos betegségek elborítják a látásmódunkat, és ezért különösen koncentrálni kéne azokra az igékre, amik reményt adnak, mert bőven vannak ilyen igék, bőven van miért örülni, bőven van miért Isten dicsőíteni és neki hálásnak lenni, csak éppen nekünk nem szabad elfelejteni ezeket a dolgokat. Természetesen nagyon-nagyon sokat segít, hogyha az ember egy szociális közösségben van, és ezeket nem egyedül próbálja csak, hanem egymással meg lehet beszélni, egymást tükrözni lehet az egymásnak a véleményéről, véleményt alkotni, visszareagálni, hogy na mit gondolnak mások rólam, és ez egy olyan közösségben, ahol az emberek tényleg teljesen elfogadják egymást. Ehhez jut eszembe egy fiatal testvérnőnek az esete, vagy nem tudom, hogy meg volt-e keresztelkedve ez a lány, a gyülekezetünkbe járt, és terhes lett, házasságról nem volt szó se, sőt, azt hiszem a barátja sem maradt meg, és ez a lány megszülte a gyereket, és
Én őszintén szólva utólag sokszor gondolkodtam úgy róla, hogy hát ez a lány egy kicsit egy fekete bárány, hát mi minden megtörténik vele, hát nem a leghűségesebbek közé tartozik valószínűleg. És csak sok év után jutottam el odáig, hogy képes legyek úgy gondolkodni erről a lányról, hogy azt mondjam, hogy akármi is történt, a Jóisten szeret téged, és ki vagyok én, hogy én ítélkezzek, sőt, inkább nagy bátorságnak tartom azt, hogy képes voltál fölvállalni azt, hogy a gyereket nem ölöd meg abortusszal, hanem felvállalod azt, hogy fiatalon, még iskolás korban terhes vagy, hogy mindenki tud erről, hogy mindenki esetleg ferde szemmel néz, sajnos, hogy mindenki az egész életed során ez végig fog téged kísérni, de te ezt felvállaltad, és ezért büszke vagyok rád. Tehát ez a gondolat kéne legyen bennünk, és hogyha valaki egy betegséggel küzd, akkor azt nem úgy kéne tekinteni, hogy na hát akkor ez az ember egy vesztes, hanem úgy kéne erre a beteg testvére vagy testvérnőre tekinteni, hogy ez az ember olyan nehézségeken ment keresztül, amiken én talán nem kellett keresztül menjek. Én hálás lehetek az Istennek azért, hogy én nekem könnyebb életem volt, de ennek az embernek, aki nehézségen megy keresztül, ennek más élettapasztalata van. És az Isten ezért az emberért meghalt, és Isten különösen szereti azokat, akik az ő segítségére szorulnak. És nekünk is ezt a fajta látásmódot kéne az emberek iránti értékítéletünkbe átvinni és belevinni. Még egy utolsó, harmadik témakörről szeretnénk beszélni, ugyanúgy általánosságban, de főleg a depresszióval kapcsolatban. Ugyebár, ha depresszióról beszélünk, akkor dr. Neil Nedley neve az adventisták számára biztos ismert. Neki több könyve van, amit nagyon szívesen ajánlok, több videója is van YouTube-on keresztül megtalálható, és az ő könyveit és más könyveket is körültekintő módon jó, hogyha az ember áttanulmányozza maga. És itt erről az életmódváltásos terápiákról van szó főleg, tehát a napfény, klasszikus zene, pihenés, étkezés, mint például bizonyos anyagok, amikre szüksége van az emberi agynak, például, hogyha az ember lenmagot eszik, ugyebár őrölve, és mielőtt megeszi, az ember előtte be kell áztatni 4-5 órát vízbe. De ha ezt megteszi az ember lenmag, az nagyon értékes az elmének, diófélék, mandula, kesüdió, mogyoró, akkor vannak olyan növények, amik segítenek a depresszió ellen. Egy bizonyos növényt németül Johanniskrautnak mondanak, most a magyar nevét nem sikerült megtalálnom. Ez egy természetes gyógyfű. Ha igen, most beírtam az internetre, Orbánz fű. Aztán az is fontos, hogy az ember eleget igyon napközben, vizet. Aztán fontos, hogy korán feküdjön le, sötétben aludjon. Ez a napi ritmus, akár az evés ritmus, akár az alvás ritmusa ugyanúgy legyen. És még sok más hasonló dolgok találhatóak Nedley könyveiben, amiket nagyon ajánlok mindenkinek. Én kívánom, hogy fogjunk össze, járjunk nyitott szemmel, legyünk egymásnak barátai és segítői, mert mindenkire szükség van, minden emberre szükség van, és nekünk magunknak, hogyha egészségesek vagyunk, meg kell tanulnunk az egészségügyi dolgokban a jártasságot, a mély tudást, úgyhogy segíteni legyünk képesek másokon is. Isten segítségét kívánom ehhez.
és köszönöm a figyelmet. Tervezem még azt, hogy következő előadásokat, hanganyagokat rakok föl más témákban is. Ezekre valószínűleg majd később kerül sor.